akkor időben nem volt gyertya az üzletekbe, és kellett valamivel fertartani a családot. Azt ott én nem emlékszem. Mert amit kapott ő a munkába, a fizetés az nagyon kevés volt. És ki jött mutatni elsőször nekünk azt? Jött valamilyen ukránféle jó barátja neki, és megcsinálta neki egy olyan kör. Igen, ki azt csinálta meg azt a kört, meg azt a nagy botot? Az egy botot. A szögekkel igen, körbe a szegekkel, az volt vagy 100 szeg körül. És kellett húzni a cérnát, először húztuk egy méterre. Utána átmentünk. Hát te tudom, te segítettél, én nem segítettem, én nem tudom. Utána csak átmentünk azt 2 méteresre, és azt mindig kellett vinni minden... Hát azt emlékszem, hogy apu vitte a lavort mindig melegíteni, levenni, és állandó anyu öntötte fentről, le, és így körbe-körbe, a lavor volt a közep, nem a közepén, hogy a gyertya belevent a lavorba. Azt emlékszem, hogy nagyon sok kosz volt utána, meg az csepeget. Az csepeget. Körül mindenhol volt parafin. Parafin. Azt ott mennyit kellett nekünk azt dörzsölni? Nagyon nehezen kellett pucolni, és ketten álltuk és pucoltuk utána. Azt emlékszem, igen. És mikor már a gyertya már kiszáradt, akkor kellett vágni. Apuka leszette azt, emlékszem? Leszette a gyertyát. Kellett vágni, azért 20 centire vágtunk minden azt a gyertyákat, és csináltunk, volt nekünk egy méleg, és azon kellett egy kilósra. Egy kilós és fél kilós csináltunk. Igen, emlékszem, mert volt, hogy valakinek kellett fél kilós. Voltak olyan zsidók, hogy nem jó álltak, hát egy fél kiló gyertya volt neki egy fél hónapra, akármilyen. Na, és mikor még vittük el házakhoz eladni? És kellett nekiek még haza szállítani. És nem csak itt nálunk a Beregszázba, az kellett vinni munkácsra is. Én nem lészen, én szőlősre, vagy szőlésre, húsztra. Úgyhogy munkácsra. Igen. És a falusiak, a környei beregszáziak, azok jöttek hozzánk, mert tudták már, hogy Lajos bácsi csinálja a gyertyát, hát ők már tudták, hogy... A zsidók falusiak, igen, aki akart venni, és ezt a gyertyát ők csak péntek este szombatra gyújtották. Csináltuk lyukakat onnan, és olyan drótokat, hogy letettük, és úgy öntöttük be fel a parafint, a Nesumaler, a Nesama. Mindig anyukám jött, Kőfel, Zsuzsa. Én már fent vagyok. Jössz nekem segíteni, mert azt mondtam, persze anyukám, hogy nem mennék. Mikor apukám megérezte a szagát, hogy valami ég, már rögtön kinézett az ablakul a szobából. Igen, és azt mondta, rajzol, ez a Brent. És rögtön anyukámra, Rózsika, be! Úgy látszik valami ég a pince. Lajos bácsi, az biztos maga gyertyát csinált, és azért felgyújt minden. Igen. Na. Hát azt mondja apu, hát mikor már ment a tűz a pincéhez, hát a Jóisten adott nekünk az esőt, és evel megállította az egész szívét. Na, evel megmondjuk, hogy csak van Jóisten, és szeret minket. Az mert ha valami Isten lett volna, hát apu meg anyu lettek volna a börtönbe. Már utána apukám kiment nyugdíjba, kapott 24 rubelt egy hónapra, az még nehezebb lett az élet, mert mi már nagyobb lettünk. Nehezebb és féltünk. És féltünk, mert akkor időben a kommunisták, meg a KGB-ista, még a milícia, az minden. Azt muszáj volt. Lehet, hogy valaki már tudott, csak egy kicsit hallgattak, vagy nem akartak minket bántani a sok gyerekes család. Ott, és anyukám korán reggel, már ahogy felkeltünk, az már minden tiszta volt, az már minden, de a szaga még mindig megvolt, mert a parafin az mit?
az is volt egy zsidó bácsi, aki igen, szerezte azt a parafint, de annak is kellett fizetni, de hát mindig úgy csinált, hogy eladtuk a gyertyát, és akkor megfizettük azt a parafint. Most nagyon könnyű megmondani, de nehéz volt azt csinálni, nekiek is nehéz volt nekünk, mint gyerekek. De az minden nem ment olyan könnyű, ahogy mi mostan beszélünk arra.